büntetésre jut eszembe. Itt volt november 6,5. Annyian voltak. Ezeket a gyönyörű tüntetéseket. Ezt 1917-ben tudja, ki szervezte először? Vlagyimir Iljics Uljanov. Nem a Lenin? A Lenin a fedő neve. A lábos. Na jó, maga semmit nem tud. Cirill a pályán. Maga semmit nem tud. Tudja, hogy Vlagyimir Iljics hogyan került Szentpétersburg alá? Azt én nem tudom. Elmondom magának. Kilőtték. Tele volt a zsebe márkával. Há, persze. Hát kiutasították Rostokból, mert bőrfejű volt, azt mondták. Na most megérkezett Vlagyimir Iljics Uljanov Szentpétersburg alá. Volt egy gyönyörű olvasmány is, a Cserez Moszti. Ez volt az olvasmány címe. Keresztül a hídon. Ott állt a Malenkiája katona, illetve a kis katona. Ugorj a Dunába! Ne! Nem ugrott a Dunába fel. Nem. Állt a katona. Jött a Leninártás, így a Twitterrel jött a rendőr. Mert éppen ment a Smolnyba. Ment a Smolnyba. Nem Zabóba? Smolny. Fejezzük meg. Érmeztel ezt Smolnyba? Nem fázol? Nem fázol. Ment a Smolnyba. Megállított a katona, hogy stoj! Pisztoly! Mit mondott neki a katas? Hová mész te? Kis nyulatka! Nem mondta! Kudály nyulatka! Mondja neki, mondd! Nem! Mondjátok meg, ezt nem mondja. Nem! Szóval... Nem mindig nyulatka, nem mondta! Nem mondta, nem volt a szája! Szóval azt mondta Leninnek, hogy kát hívja az a út? Engem hívja a Fábián Pistának! Micsoda, de másik olvasmány! Kapod idegel! Ment át a hidon Lenin elvtárs, a Smolnyba, és Lenin elvtársnak nagyon-nagyon sok híres története van. Ha úgy tetszett, Leninnek gyújtóhatású beszéd. Gyújtóhatású beszéd? Milyen gyújtóhatású? Annyira gyújtóhatású beszélje, hogy Olga Hovatova, az igaz munkásány egyszer köndőjére beszaladt a cári katonai akadémiának a tüzéreket. Fölugrott az asztalra, széthúzta és azt mondja, ide lőjetek! És mi történt? Senki nem járt rosszul. De Lenin elvtárs másokat is kitalált. Hogy van, hogy egyszer Lenin elutott egy égő muzsikot. Na most létezik. Lenin ott sétált a Jevszihi Prospekt és az idegenforgalmi Prospekt sarkán. Ott van a Muzsik Center. Muzsik Center? Ott van. Muzsik széle szájmuzsikon, bennem vagy a szájharmonikája. Lenin énekelt magában, hogy áll egy ifjú pártitkár a réten. Nem, így, lett a jóval, a nem rajta, így van a dal, nem így van a dal. Engem izgat a rumba. Rokni megyek a bomba. Jó. Micsoda? Rokni. Micsoda? Hogy van a dal? Engem, micsoda? A rumba, rokni megyek a gumba. Gumba siker volt. Gumba siker volt. Nagyon jó. Oda megy a muzsik hozzá, azt a kérekszikben tüzel. Az mindig van nálam, belenyújt a belső zsebében, autót, az űz, leseget, ropogott. Meggyújtotta a leheletét a muzsiknak. Meggyulladt a muzsik lehelete? Igen, nem a húslevestől, az biztos. Recseget, ropogott, hullott a cseri, tokostól, tököstől ki az ablak. A muzsikból? Igen, hát muzsik. Mint egy égkületről, persze. Lenin odament, és eloltotta. A Lenin eloltotta a muzsikot? Hát, végig eloltotta, igen. Hogy oltott el? A Leninnél mindig volt 40 liter víz. Hát ilyen ember volt Lenin. Megnyomd a fejt, jött a víz. De a csapkát kivelejtette. Sokkal szebb történetet. Amikor Vlagyimir Iljics Razlivben volt, számüzetésben, és dolgozott. Írogatta Lenin az Embryo Triprint. Nem rendben. Érdekes? Ezt írtam. És a kis proletár gyerekek ott pályig rálívni futball. És Volodya Nikolenko úgy megrúgta a bőrlabdát, hogy bement az ablakkal, tokkal együtt. Bilin blonnal. Lenin elvtársak. Fölijedt, levett a cvikkerét, körülnézett, megfogta a labdát, nagyon kedvesen, oda ment az ablakhoz, kilajolt, és azt mondta, ennyi be, ennyi gyerekek, így szólt Lenin elvtárs. Hát nem látjátok, hogy dolgozom? Szólott Lenin elvtárs, holott középük is lövethetett volna. Mondta, hogy csak. Nagyon jó úgy. Lenin egyszer leleplezett egy parkbili mutogató. Micsodát? Parkbili mutogató. Hogy volt? Tukoljev, Ica, Leán, Líceum. Hiába, hogy mentek végig a parkban, egyszer egy ember előugrott a Puskin szobor mögül, odaugrott ziláltan, széthúzta a korabeli balonkabátját, és megmutatta neki a nagyon rossz répát, amit még a nagyapa se tudott kihúzni. Erre Lenin betelefonált, nem volt nálam mindig telefon, és a Cerulyahegyen betelefonált.
azonnal a különleges osztag elvitték, a mutogatott közben gyorsan elvitték, és kérném szépen, nem volt mutogató, de Lenin nem akarta a lányok játékát elrontani. Mások, ő állta a Lenin. Puskin szoborát, amit én. Sokkal szebb története tudom. Nincsen, nincsen. Lenin elvtárs és az egyik barátja fogadtak abban, hogy ki az erős. És azt mondta az egyik, mert nagyon erősre itta magát a vodkától, hogy én arrébb tolom a Kremlt is, ha kell, Lenin elvtárs. Hát, Lenin elvtárs ugye föltette a cikkelét, letették az aktatáskát, és elkezdték tolni a Kremlt. Meg egy órája tolták, mert megszól az egyik, hogy milyen messzire toltuk Lenin elvtárs. Azt mondja, biztos nagyon messzire, mert a táskákat már nem látom. Szóval... Azt viszont gondolom, hogy tudja, hogy Lenin elvtárs innen egyenesen a Smolnyból bement a Putyilov gyárba. Ráállt egy hordóra, ott állt egy páncélautó, meg a páncél Sanyi, az a haverja volt neki. És mit mondott Lenin, amikor több tízezren voltak, ott állt a hordóra, mit mondott Lenin elvtárs? Bármilyen hihetetlen fújt a szél a haját, és azt mondta, elvtárs, aki kurva ideg van! Rabán